Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Két nehéz évet követően idén újra aktív évet zártak az utazási irodák, és a karácsonyt is sokan üdüléssel töltik. Erről is szó lesz a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Hulladékgyűjtés, változások és fejlesztések a jövő évtől. Agrárszakképzés, új utakon a szakemberoktatás. Fellendülés, visszatért az utazási kedv 2022-ben. Nehéz év, jelentős a kiesés a burgonya termésben. Új autók, optikai hulladékválogató, több milliárdos fejlesztések előtt áll az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A beruházások 2023-ban kezdődnek. Az új járművek beszerzése 2 milliárd forintba, a szelektív hulladék kiválogatását végző rendszer telepítése pedig körülbelül 5 milliárd forintba kerül majd. Ez melyik fogja? A papír. Igen. Nagyszabású családi rendezvények, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítő akciók, mozgalmas és sikeres évet zárt idén az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az év végi hajrára azonban még most készülnek a munkatársak. A mi sikerünket abban lehet mérni, hogy a hulladék sehol nem maradt ott, minden gyűjtési napon a cég ellátta a feladatát, a hulladékot összeszedtük, elszállítottuk, kezeltük. Ezen túlmenően úgymond, ami a napi valós feladatunk, számos akciót végeztünk ebbe az évben, így például a nyíregyháziak emlékezhetnek rá, volt szelektív szombat, volt iskola táska gyűjtési akciónk, illetve a két hulladék udvarunkban hulladékért virágakció, továbbá a kerékutcai hulladékudvarba egyre nagyobb sikerrel működik az újrahasználati központ is. Mindezek alapján én úgy gondolom, hogy egy sikeres évet zárhatunk. Ez az egy hónap, ami még hátra van, ez is jelentős feladat lesz, mert azt mindenkinek tudnia kell, hogy a karácsonyi időszakban az átlagosnál sokkal nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik, tehát a kollégákra még egy elég komoly évvégi hajrá vár. Évről évre nagyobb az a mennyiség, amit szelektív hulladékként gyűjtünk be, de azért a szelektív hulladék minőségében még van hová fejlődni. Tehát minden egyes alkalommal igyekszünk arra felhívni a figyelmet, hogy amit szelektív hulladéknak hívunk, a kék-sárga kuka, a szelektív csomagolási hulladék. Tehát olyan műanyag, papír és fém hulladékot rakjanak bele abba, ami csomagoláshoz köthető. Tehát nem műanyag kerti bútort, nem papír figurákat vagy hasonló, hanem csomagolási hulladékot rakjanak bele ebbe, ezekbe az edényekbe, és lehetőleg minél kisebb térfogatúra összegyűrve. Jelentős fejlesztéseket idén nem végzett a cég, 2023-ban azonban több milliárdos beruházások kezdődnek. 2022-ben jelentősebb infrastruktúra fejlesztést nem végeztünk, illetve telephelyénken belül csináltunk műhelyfejlesztést, irodaházba kisebb felújításokat. 23-ba várunk 8 darab új hulladékgyűjtőautót, ezek a megye több pontján fognak szolgálatot teljesíteni, illetve 23-as évben indítjuk el, esetleg 23 évvégéig vagy 24-ben lesz belőle reális beszerzés, még 19 darab új kukás autót szeretnénk beszerezni, illetve nem is mi, hanem a társaság tulajdonosa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás. Jelen pillanatban egy ilyen kukás autónak a piaci értéke olyan 100 millió, tehát durván olyan 2 milliárd forint értékű lesz ez a beszerzés. Nyíregyházán van folyamatban a válogató, a szelektív hulladékok válogatását biztosító csarnoknak, illetve technológiának a bővítése. Jövő év augusztusáig ez el is készül, és a legmodernebb technológia szerinti úgynevezett optikai válogatók segítik majd a hulladék megfelelő anyagfajtánkénti kiválogatását. Ami azt jelenti, hogy a szelektív hulladékból emberi kéz érintése nélkül választja ki az a gép a különböző frakciókat, papírt, PET-et, HDPE-t, a különböző műanyag frakciókat. Beruházási értékben, ha mindent összeadunk, ez közel 5 milliárdos állami támogatásból történik, EU-s forrásból részben, és ezt is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás valósítja meg, mint kedvezményezett. A zöld hulladékgyűjtés a napokban ér véget. Aztán a két ünnep közötti elszállítások miatt érdemes figyelni a naptárat.
November utolsó hete lesz az, amikor az utolsó zöld hulladék gyűjtési nap van. Ezt követően naptár szerint haladunk tovább 2023-as évbe is, ami egy nagy változás volt már 22-ben és 23-ban is az lesz, hogy azokon a településeken, ahol házhoz menő zöld hulladék gyűjtés van, tehát gyűjtőedényben hozzuk el a zöld hulladékot, ott lehetőségünk adunk arra, hogy zsákban is gyűjthessék a lakosok a zöld hulladékot, de kizárólag abban a zsákban, amit társulásunktól tudnak megvásárolni, és az a zsák maga is jelzi, hogy a zöld hulladékot tartalmaz, és annak a gyűjtésére szolgál. Tehát egyéb átlátszó zsákban, fekete zsákban, csíkos zsákban, pöttyös zsákban nem hozunk el zöld hulladékot, kizárólag a társulásunk logós, társaságunk logós zsákjában. A hulladékszállítást csak munkanapokon végzi a cég. Ez alól a karácsony, az év első napja, valamint a húsvét a kivétel. Idén december 26-a hétfőre esik. Ezért a hétfői körzetekből 24-én szombaton ürítik ki a tárolókat. December 31-e és január 1-e éppen hétvégére esik. Ezért ezeket a napokat nem érinti az átütemezés. A megyénkben működő hulladékudvarok december 24-én és 31-én délig tartanak majd nyitva. Január 6-án ismét Ültess egy karácsonyfát akciót hirdet a cég. Ez az év lesz már a harmadik, amikor ezt az akciót meghirdetjük. Ugye 23. január 6-án vízkeresztet követően az emberek leszedik a karácsonyfát. Mi ebben az évben is szeretnénk abban közreműködni, hogy a hulladék udvarainkba behozott töves fenyőket a nyírvévivel együttműködve következő éven elültessük, és egy karácsonyfa fenyőfa ligetben kapjanak ezek a fák lehetőséget a továbbfejlődésre. A fenyőliget ez a Bújtosi tópartján van pontosan, tehát mi a töves fenyőket, illetve a vágott fenyőket is a két nyíregyházi hulladékudvarba várjuk. Az akció pontos részleteit azokat december végén fogjuk közzétenni majd a honlapunkon. A 2023-ra vonatkozó hulladékszállítási naptárakat sokan már készhez kapták. Akihez még nem jutott el, annak decemberben postázzák. A hulladékgyűjtési tevékenységünket ugye az előre meghatározott menetrend szerint végezzük, amelyet egy-egy naptárban teszünk közzé, gyűjtőkörzetekre lebontva. A 2023-as naptárakat a lakosok egy része már megkapta a harmadik negyedéves számlával, illetve aki még nem kapta meg, ahhoz december végéig eljutatjuk, de mindenkit bátorítok a honlapunk használatára, ahol településre vagy akár körzetre, utcára lebontva is megtalálja az adott időszakra vonatkozó hulladékgyűjtési naptárat, és abból napra készen tájékozódhat. Van még egy fontos adminisztrációs feladat, ez jövő év elejére. A negyedik negyedéves számlákkal, tehát 23 év elején fogja mindenki megkapni a 2023-as évre vonatkozó matricát. Ez a matrica igazolja, hogy ő jogosultan vesz részt a hulladék közszolgáltatásban, regisztrált ügyfelünk. Ezt szépen neki fel kell ragasztania az általa használt kukára, hulladékgyűjtő edényre. Tehát még egyszer mondom, a 23 év elején kapott számlákat, azt mindenki gondosan lapozza át, nézze meg, mert nem csak a számla lesz benne, hanem ez a matrica is. A közszolgáltatásért negyedévente 175 ezer számlát küldenek ki az ügyfeleknek. Ha pedig számla, akkor a díjak kiszabása sem mellékes. Tudomásunk szerint nem változnak, ugye azt tudni kell, hogy ez már központi országos szabályozás elé esik. Gyakorlatilag 2012 óta változatlan díjon juthat a lakosság a hulladék közszolgáltatáshoz. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek motiválásáról és szakképzéséről tartottak konferenciát Baktaló Rendházán. A rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezte meg az Északi Agrárszakképzési Centrum, valamint a Vai Ádám mezőgazdasági szakképző iskola. 2018 óta negyedik alkalommal rendezte meg az Arany János tehetséggondozó programhoz kapcsolódó konferenciáját az Északi Agrárszakképzési Centrum és a Vai Ádám mezőgazdasági szakképző iskola. A rendezvénynek Baktaló Rendházán a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ adott otthont. Célunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódás csökkentése témájában bizonyos célok elérése, ilyen cél például, hogy minél tovább az intézményben maradjon, vagy valamilyen olyan célt érjünk el a tanulóval, ami számára nagyon egyedi.
Megszólítottuk a társintézményeinket, ilyen társintézményeik voltak, akik el is fogadták meghívásunkat, például a beiskolázási körzetünkbe tartozó általános iskolák, a gyermeki jóléti szolgálat dolgozói, a polgármesteri hivatal dolgozói, és természetesen a megyei és regionális szintű Arany János programban érdekelt intézmények. A rendezvény fókuszában mindig valamilyen aktuális téma áll, ilyen témánk például most a tanuló megismerése, de korábban voltak olyan témáink például, mint a szegénység átörökítő tényezői, vagy a tanuló egyéni tanulási útja, vagy a múlt évben a digitális és hibrid oktatás lehetőségei. Előadóink neves előadók az ELTE-ről és a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemről érkeztek, valamint minisztériumunkból érkezett a miniszteri megbízott asszony Bagdán Boglárka, illetve előadott még az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója. A konferencia résztvevői különböző tudományterületek képviselőit hallgathatták meg. Az élsportolókkal is foglalkozó Tóth László a diákok motiválhatóságáról osztotta meg tapasztalatait, kollégája Lénárt Sándor pedig előadásában arra világított rá, hogy a pedagógusoknak először meg kell ismernie a diákokat, mielőtt tanítani kezdeni őket. Kevésbé a nevelés tudománya oldaláról közelítettem az előadásban, hanem azt szerettem volna megerősíteni a jelenlévő konferencia résztvevőknek, hogy mi az a pedagógiai út, amiben tudatosabban tudnak figyelni arra, hogy a gyerekek eredményesebben vegyenek részt a tanulási folyamatban. És én tulajdonképpen az adaptív tanulás szervezésben hiszek, ami azt mondja, hogy van három olyan szükséglet, amely minden gyereknél fönnáll. Ez a kapcsolat iránti szükséglet, azaz, hogy mindenki szeret közösséghez tartozni. A kompetencia igény az, hogy szeretne valamit megcsinálni pozitívan, és van egy autonómia igénye minden gyereknek, hogy döntéseket hozhasson a saját tanulásával kapcsolatban. És azt gondolom, és azt hiszek, hogy ennek az alapja az valójában az, hogy ismerem a tanulót, tehát akkor tudok az ő autonómiájára vagy a kompetenciájára figyelni, ha valójában ismerem őket. Ezért sokkal több olyan helyzetet kellene teremteni, beszélgetéseket, beszélgetőköröket, egyéni, személyre szabott figyelmet, ami a gyerekek számára bizalmat okoz. Különösen azon gyerekek számára fontos ez, ahol a családi háttérben ez nincs meg, vagy nem elég szakszerűen, most az idézőjelben lett szakszerűséget, tehát nem kapja meg ezt a személyes figyelmet. Avval lehet nagyon sokat attitűdben, akár a tanuláshoz, az önmagamhoz való attitűdben változtatni, ha megértést és személyes figyelmet kapok. Akár tantárgyakat lehet elhagyni ahelyett, hogy projekteket csináljunk és beszélgessünk. Ma a gyerekeknek, ma az embereknek, a felnőttekre erre van igénye. Közösségekre, közösségben való beszélgetésre. És ha itt áttértünk a másik oldalra, hogy a pedagógusok szakmai közösségére van szükség. Tehát az előbb azt mondtam, hogy szükség van a gyereknek a kapcsolat kompetencia autonómiára, ugyanerre van szüksége a pedagógusnak. Ha nem érzi, hogy a munkahelye a barátságos, ha nem szeret ott lenni, ha nem kap a munkahelyén olyan feladatokat, amiért büszke lehet, ha nincs hozzá egy társadalmi megbecsültség annak, amit csinál, ha nem kap a pedagógus lehetőséget arra, hogy döntéseket hozhasson a saját tanításával kapcsolatban, ha nem dönthet a saját munkájáról, ha neki nincs autonómiája, akkor nem tud olyan iskolát csinálni, ahol a gyerekek szükségleteire oda lehet figyelni. Lévai Imre főigazgató azt mondta, az agrárszakképzésbe jelentkezők száma évről évre nő, mivel az agráriumnak szüksége van a szakemberekre. Az Arany János program 18 éve indult el országszerte, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű diákok számára segítséget nyújtson a középfokú tanulmányok elvégzésében. Az agrárszakképzés, ugye 2020. július 1-én alakultak meg az agrárszakképzési centrumok, erre az időszakra visszavetítve tulajdonképpen két év áll mögöttünk beiskolázás vonatkozásában. A két év folyamán 18%
Tehát 10% és 8%-os tanuló létszám növekedést tudunk magunk mögött az Északi Agrárszak Képzési Centrum tekintetében. Tehát én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszaknak azok a megvalósult, megtapasztalt változásai alátámasztották, hogy az agráriumban van helye és szerepe a szakembereknek, és perspektívát is láthatnak a tanulók, hogy önmaguk, illetve majd a családjuk számára megélhetés lehetőséget biztosítja. Tehát én annak arról tudok beszámolni, hogy a tanuló létszám folyamatosan növekszik az agrárszakképzésben. Mintegy 19% hátrányos helyzetű tanuló van. Nyilván a megoszlásuk, hogy ez egyéni hátrány, vagy társadalmi hátrány, szociális helyzetből fakadó-e, ez megoszlik, és ez a legfőbb dolog, ami feladatot ró ránk. Feladatot ró ránk, mint ahogy a előadóink is már kiemelték, hogy egyéni fejlesztési útakat kell kidolgozni a tanulóknak, és tulajdonképpen, mivel szakképzésben vagyunk, a végcél érdekében, hogy szakmához, szakmai ismerethez juttassuk a tanulókat. Hiszem és vallom, hogy ehhez nincs más lehetőségünk, mint hogy valóban azokat az egyéni fejlesztési lehetőségeket megtaláljuk, amelyeket személyre tudjuk szabni a tanulók számára. Molnár Ádám is az Arany János program keretében kezdte meg gimnáziumi tanulmányait, amely számára nem csak a tanulmányi felzárkózást és a további színvonalas képzést, hanem számos értékes kapcsolatot és élményt jelent. Az Arany János program miatt nagyon sok barátot szereztem, sok kapcsolatot ápolok így mindenkivel. Nagyon sok mindenhez hozzájutottam az Arany János program által. Volt lehetőségem kimenni külföldre, Lengyelországba síelni. Olyan helyekre jutottam el, amit ahová lehet, hogy később nem is jutottam volna el magamtól. Bár az Arany János tehetséggondozó programban az agrárszakképzés jelenleg kivezetés alatt áll, a rendezvény főszervezői abban bíznak, hogyha átalakult formában is, de folytatni tudják a képzési formát. Ezzel kapcsolatban Lévai Imre azt mondta, folyamatosan egyeztetnek a mentor programok vezetőivel. A pandémia következtében 2020-ban szinte teljesen ellehetetlenült az utazás világszerte, rá egy évre pedig csak óvatos emelkedésnek indultak az idegenforgalmi mutatók. Ehhez képest 2022-ben már a járvány előtti rekordszinteket döntögette a turizmus egész Európában és Magyarországon is. A részletekről Petőné Szabolcsi Hajnalkával, a Gáltravel idegenforgalmi referensével beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi az, amit tapasztalnak, illetve hogyan tudtak újraindulni a 2020-as leállás után? Egy nehéz időszakon vannak túl az utazás szervezés, az utazás közvetítő irodák is. Viszont hál' Istennek, ahogy szerettek az emberek utazni a pandémia előtt, ugyanúgy vágynak arra, hogy egy kicsit kizökkenjenek a mindennapoknak a valóságából, és egy kicsit pihenni utazzanak, pihenni menjenek. Én úgy gondolom, hogy a 2021-es igen jelentős emelkedést követően ténylegesen a 2022-es szezont már hozta a 2019-es, tehát pandémia előtti utas létszámot. Rengetegen utaztak, és elsősorban legalábbis a mi utazási irodánkból külföldre. A repülő charterjáratok, amiket az utazás szervezők egy-egy hétre beállítottak, a török viszonylatban például elérte a 30 gépet hetente. Hozott-e valamilyen változást az utazási szokásokban, vagy az utazáshoz való viszonyulásban a pandémia, és a mostani újabb helyzetek, akár a háborúra, akár az energiaválságra gondolunk? A pandémia annyiban hozott változást, hogy az emberek óvatosabbak lettek. Az utakhoz lehet kötni különböző biztosításokat, ilyen például egy útlemondási biztosítás. Ezeket régen nem minden esetben kötötték az utasok. Most az első kérdésük természetesen az, hogy ha bármi történik, bármi van, akkor milyen lehetőségeik vannak az utazás elhalasztására, lemondására, milyen következményei lehetnek annak, hogy ők nem tudnak utazni. Ez volt az első kérdésedre a válasz. A másik kérdésben igazából még nem érzékeljük azt, hogy ez a válság kihatással lesz az utazásra. Jelenleg megjelentek ugye előfoglalási árak, megjelentek a 2023-as szezonba induló chártereknek a számai, illetve a különböző desztinációknak látjuk most már az árait is. Emelkedés az árakban természetesen van,
viszont az, hogy most az utasoknak a létszáma mennyiben fog változni az idei szezonhoz képest, ezt sajnos nem tudjuk megjósolni. Milyen típusú utakat preferálnak az utasok? Ez is egy érdekes kérdés, ugye itt legyen szó arról, hogy nyáron vagy télen szeretnének-e utazni az utasok. Télen az utasok még továbbra is a meleg éghajlatot keresik, illetve akik síelni járnak, azok ugye a síterepekre vágynak vissza. A nyári utasok, akik a szabadságukat a nyári időszakra időzítik, és akkor szeretnének elmenni, ők általában az egyhetes, tíznapos repülőgépes charterúti célokat keresik. Milyen hatással lehet az üzemanyagválság az utazási irodákra? Amit mondtam is, hogy azért látszódik, hogy azok a repülőjegyek, amiket megszoktak az emberek, vagy amik mostanában voltak, hogy 5-10 ezer forintért el lehetett jutni egy fapados járattal Párizsba, Londonba, ezeket úgy látjuk, hogy meg fognak szűnni. Tehát a repülőjegyáraknak azért jelentősen fog emelkedni az ára, visszáll a pandémia előtti időszaknak az árai, és ezáltal ugye a szervezett charterekkel működő utaknak is emelkedni fognak a részvételi díjai. Közeledik az ünnep. Mennyire jellemző, hogy a karácsonyi ünnepekre valamilyen utazást, vagy akár egy belföldi wellness hotelt választanak a családok? Én azt veszem észre, hogy most nem elsősorban a karácsonyra koncentrálnak, vagy a két ünnep közötti időszakra, hanem ugye meghosszabbodott a gyerekeknek a téli szünet, és kimaradt az őszi szünet. Így a január első, második hete, inkább ugye az első hete az, amit keresnek nálunk is a kedves ügyfelek. Itt is elsősorban nem a belföldi szállásokat, legalábbis a mi irodánkban, mert kiszámíthatatlannak tartják azt az utasok, hogy vajon az az adott szállás nyitva lesz, nem lesz nyitva, bezárt, nem zárt be, tehát nem tudják kiszámolni. Sokkal biztosabbnak tartják azt, hogyha repülőre ülnek, és akár itt Európán belül Ciprusra, Kanári-szigetekre elutaznak, és ott töltenek el kellemesen pár napot. Mi az, ami már most látszik, ha már itt a belföldről is szóba került? Hány szálloda, vagy hány százalék az, akiről már lehet tudni, hogy ezt a téli szezont kihagyja? Százalékot nehéz mondani. Vannak szállodák országszerte, ugye, amik bezárnak és nem üzemelnek, itt elsősorban ugye a wellness részlegnek a nagyon megdrágulása miatt, tehát ott ugye az energiaárak miatt. De azt vettük észre, hogy azért nagyon sok szálloda kötött évekkel ezelőtt 2-3 éves szerződéseket, és ezért még tudják tartani az árakat, tudják garantálni a működésüket, és még jelenleg üzemelnek. Az, hogy ugye meddig és ténylegesen hogy fognak üzemelni, azt előre mi sem tudjuk megmondani, pláne nem egy közvetítő iroda, akinek nincs ráhatása ezekre. Most még működnek azért a szállodáknak a jelentős része. Az, hogy milyen költségekkel és milyen áron csábítják az utasokat, az pedig egy másik kérdés. Mire számítanak abban a tekintetben, hogy akár mondjuk a nyárig az utas szám, az utazások száma hogyan fog alakulni? Nem csak mi, tehát mint közvetítő iroda, hanem a szervező irodák is bíznak abban, hogy a 2023-as szezon azért meg fogja közelíteni a 2022-es szezont. Úgy gondolom, hogy aki szeret utazni, és megtapasztalta azt, hogy milyen eltölteni ténylegesen pihenéssel egy hetet, azok vágynak rá, és ki fogják gazdálkodni ezt a jövő szezonra is. Mennyire jellemző a reklamáció? Szerencsére nekünk, mint közvetítő irodának idén nem volt reklamációnk, mindig próbálunk körültekintően eljárni, mindig azt felmérni, hogy az utas mit is szeretne pontosan, és ennek megfelelően választani úti célt, illetve szállodát és ellátást, úgyhogy elmondhatom, hogy idén nagyon-nagyon kedvező évünk volt, és tényleg nem kaptunk reklamációt. Most voltunk az egyik utazás szervezőnek éppen az üzleti reggelijén, és ők is elmondták, hogy 1000 utasból 3 reklamációjuk volt idén 1000 utas számra vetítve. Tehát ott is nagyon kevés. Mennyire kell előre gondolkoznunk, hogyha utazást vagy wellness hétvégét szeretnénk, hogy így, ha utolsó pillanatban gondoljuk meg magunkat, akár az ünnep kapcsán, vagy két ünnep közt? Az ünnep kapcsán elmondható, hogy még azért rendelkeznek szabad helyel a szállodák, de minden utazásnál én azt szoktam mondani, érdemes előre gondolkodni, inkább biztosítást kötni, és bármi történik, akkor annak megfelelően tudunk eljárni, de mindig olcsóbb egy utat hamarabb lefoglalni, mint az utolsó pillanatban. Azok a régi last minute utak, amik voltak, én azt vettem idén észre, hogy megszűntek, sokkal nagyobb kedvezménnyel utaztak azok, akik idejében gondolkodtak. Petőni Szabolcs Jajnak, köszönjük szépen, hogy mindezekről hallhattunk hasznos és fontos információkat. Remélem segítségetekre lehettem. Köszönöm szépen.
A tavalyi termés felével zárják az évet a burgonyatermesztők, akik számára az idei év nem várt nehézségeket hozott. Bár a kormány az ársapka bevezetésével mérsékelte a fogyasztók számára a burgonya árát, a termesztőknek továbbra is meg kell küzdeniük az aszálykárok és a bekerülési költségek okozta kihívásokkal. Nem indult zökkenőmentesen a hazai burgonyatermesztők számára a 2022-es év, és ezt a vásárlók pénztárcája is megérezte. Idén februárban majdnem harmadával került többe a kereskedelmi forgalomba került burgonya, mint az azt megelőző évben. Akkor, mint arról korábbi műsorainkban is beszámoltunk, a drágulás okát a termelők a munkaerőhiányban, a külföldről behozott burgonyában és az öntözés hiányában látták. A helyzet később sem oldódott meg, ráadásul a történelmi léptékű aszály tovább nehezítette a burgonya termesztést, mondta Augusztinyi András, a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetője. Én 42 év vagy csinálom a kísérleteket, de összesen nem találkoztam ilyen borzalmas évvel, mint ami ez volt. Kezdődött ugye már a rendkívüli szárassággal, hiszen májusban 5 mm csapadékunk volt, júniusban 20 mm. Ezt még sajnos tetézte a nagyon-nagyon meleg éghajlati viszonyok, amit ugye burgonya 25 fokon felül már nem érzi jó magát, és a túlélése küzd, tehát a lombra, indára növekszik, és nem a gumó. Termésmennyiségre visszatérve, az elmúlt éveknek körülbelül a fele termése volt, illetve még sok fajtánál annyi se, de ezt el lehet mondani egész Európáról, tehát a nagyok, a franciák, a németek, a dánok, tehát mindenki, a hollandok, mindenki nagyon panaszkodott, tehát náluk kint volt ilyen 50-60 tonna, most a fele, sajnos Magyarországon is hasonló a helyzet. Az aszálykárok mellett a termelőknek az elszabadult energiaárakkal is meg kellett idén küzdeni, hiszen a termesztés bekerülési költségei, a benzin és olajárak, a gáz és villanyárak emelkedésével jelentősen megnövekedtek, akár csak a műtrágya beszerzési ára. Konkrétan nem tudom megmondani, de illusztrálni tudok pár példával, hogy két évvel ezelőtt még például a péti sót 5500-ért vettem, tavaly 20.200-ért, most 28.000 forintért. Tehát ez is mutatja, hogy drasztikusan emelkednek a műtrágyárak. Azt viszont tudni kell, hogy a burgony az különösen igényes tápanyagra, tehát nagyon sok kálit kell neki adni. Tehát nem megy olcsó, mert bőven 1 millió felül van már az önköltségi ára a burgonyának. Tehát ehhez kell kalkulálni a termés, hogy mennyi, még utána ugye a gépi munkák, kézi munkaerő, stb. Tehát az egyik forintálisan az egyik legtöbbe kerülő termesztés a burgonya. A szakember úgy véli, az ársapka miatt nem valószínű, hogy a burgonya hiánycikké válhat az év végére, és ez azért is alakulhat így, mivel a magyar lakosság a felmérések szerint egyre kevesebb burgonyát fogyaszt. Sőt, nem csak kevesebb krumplit fogyasztunk, de egyre kevesebbet is termesztünk. Sajnos burgonya terén évek óta negatív tendencia van az ültetési felületen, minden évben kevesebb. Most ugye ez az időjárás szerintem még jobban befolyásolni fogja, bár mindig az a véleményem, hogy régóta csinálom, hogy amikor jó a burgonyának az ára, akkor következő évben nagyon sokan akarnak burgonyát. Nyilván ugye ezek adottságok kell, ugye öntözés, agrotechnika, gépesítés, stb. Úgyhogy a régi nagyok abba hagyták, és ugye amortizálódott az egész gépülőpark, leromlott, eladták, tehát nem nagyon hiszem, hogy olyan túlságosan nagy területen megint el fogják kezdeni. Könnyen elképzelhető, sőt valószínű, hogy emelkedni fog a burgonya ültetési felület Magyarországon. Augusztinyi András hozzátette, az éghajlatváltozás és a bekerülési költségek emelkedése miatt egyre népszerűbb a sokkal szárazságtűrőbb édesburgonya, valamint a csicsóka termesztése hazánkban, és ezek a táplálkozás szempontjából számos pozitív egészségügyi hatással bírnak. Az édesburgonyának van egy előnye, hogy ez nagyon jól bírja a szárazságot. Egy-kettő, nem szükséges növényvédelem, tehát gyomírtás, illetve lombra kezelni. Hát egy kis öntözés az nyilván meghálálja a burgonya, az édesburgonya. Valóban egyre többen kezdik el, de ezért a gondolatok miatt, hogy különösen, hogyha egyre melegebb és szárazabb lesznek az időszakok, akkor ezt, illetve már egyre többen hallom például a csicsókának is a felfutását, ami nagyon egészséges táplálkozás szempontjából. Nem olyan túl sokan csinálják a csicsókát, van elismert fajta a balkániaknak, úgyhogy most szeretnénk azt is felfutatni, illetve egyre többen, mivel hangsúlyozom, hogy nagyon egészséges táplálkozás szempontjából.
Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Rendhagyó módon ezúttal kedden is láthatják a műsort, melyben az év korábbi beszélgetéseiből láthatnak válogatást. Friss anyagokkal és beszélgetéssel aztán szerdán jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!